Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy Valentin napi akciós jóslás. Ebben benne van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját az indiai számítás szerint. Ez a felvétel egy személyes jóslás Schiller számára. Kedves Schiller, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én kezdeném a szerelmi kirakással, utána áttérek az asztrológia területére. A bal oldalon vannak a te kártyáid, a jobb oldalon vannak az ő kártyái. Itt bal oldalon középen látható a te jelenlegi helyzeted. Én a középső kártyával kezdeném, itt láthatunk egy kaszát. Ahol a kasza megjelenik, elvág valamit. Nincs köztetek most kapcsolat. De a baloldali és a jobboldali kép ott a kasza mellett nagyon szép, tehát van jövőtök. Itt lesz egy hír, erre utal ez a levél. És ez egy jó hír, ezt mutatja a virágcsokor. Ez a virágcsokor jelent tavaszt, különösen május hónapra utal. Tehát a tavasz folyamán lesz újra kapcsolat kettőtök között. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Először is megtekintjük a jobb oldalon lévő szélső kártyát, ezt a horgonyt. Ennek van több jelentése is. Először is azt mutatja, hogy ez a hölgy szeretne valahol lehorgonyozni, legyökerezni. Keresi a helyét az életben. Mivel a szív is itt van ebben a kombinációban, ő nem csak a munkahelyén keresi a helyét, hanem a párkapcsolat területén is szeretne valahol legyökerezni. Ez a horgony nem csak erre a biztonság érzetére, vagy erre a helyre utal, hanem szimbolizálja a munkát is. A horgony mellett ott van ez a csillagkép, az jelentheti azt is, hogy érdekli az asztrológia, és szívvel, lélekkel benne van ebben a témában. De a csillagképnek más jelentése is van, szerencsét hoz. Azon kívül utal arra is, hogy nincs véletlen, és ez mind a csillagokban be van írva. Aztán ott van a szív, tehát a szerelem kettőtök között. Azt is el tudnám képzelni, hogy ez a hölgy szeretne veled együtt dolgozni. Most megtekintjük azt, hogy mi a gondolatod, vagy mire kellene gondolni, mert ez történik a következő időben. Ott fent bal oldalon látható ez a torony. Ez korlátozásokra utal, de lehetnek hivatalos dolgok is, vagy egy bírósági, örökösödési ügy is. Ott a torony mellett van a ravasz róka, valaki becsap téged. Ez foglalkoztat is, mert ezek a kártyák mutatják a gondolataidat, de a jövőben is számíthatsz erre, készülj fel rá. Ami számodra fontos, azt jelenti a medve. Ez a te erőd. Ne hagyd azt, hogy mások kihasználjanak téged. És ne engedd meg azt, hogy kihasználjanak, hogy rabolják az idődet, az energiádat, mert ez gyengít téged. Visszatérve erre a toronyra, ez jelenthet félelmeket is.
mert az fogva tart téged, és ilyenkor keresel egy megoldást, egy kiutat. De tedd túl magad a félelmeken, a bizonytalanságokon, mert ez is gyengíthet téged. Én úgy gondolom, hogy mindkettőről szó van, bizonytalanságokról is, és hamisságokról is. Hazugságok, vagy jelenti azt, hogy valaki becsap, kihasznál téged. Most megtekintjük azt, hogy mik az ő gondolatai, vagy mi várható nála a közeljövőben. Az első kártyán ott felül jobb oldalon látható a kutya, és ez jelenti a barátságot, egy baráti kapcsolatot kettőtök között. Viszont a kutya mellett ott vannak az egerek, és felfajják, ezt így nevezzük a kártyavetésnél, és akkor az nincs ott. Az azt tükrözi, hogy itt kettőtök között nincs barátság. Ez a hölgy elutasítja a barátságot, elfordul tőle. Itt szerelemről van szó. És ő így gondolkozik róla, mert a képek mutatják az ő gondolatait. A harmadik képen ő látható, és ez a hölgy szeretné, ha te odafigyelnél rá, ha kimutatnád az érzelmeidet, és te félsz attól, hogy ő téged elutasít. Kettőtök között megvan ez a lelki kapcsolat, de mire ti nyíltan beszélni tudtok érzelmekről, ez időbe fog telni. Én úgy mondanám, légy visszahúzódó. Jelentkezzen ő nálad. De ahogy a képek mutatják, ő nem baráti kapcsolatot keres veled, hanem egy szerelmi kapcsolatot. Most megtekintjük a te titkaidat, vagy azt, amire nem figyelsz oda, vagy azt, amit titokba kellene tartanod, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, nem érezhető, tehát ez is egy nagy titok. A te titkaid. A titkokat az alsó kártyák mutatják, az első képen te vagy látható, mert ez a férfi téged szimbolizál. Az azt jelenti, te állsz a középpontban, és szerencséd lesz, jelenti a 4 levelű lóhe. Ez a kártya utal április hónapra, és a harmadik kártyán látható ez a gyűrű. Az két dolgot jelenthet. Egyrészt ő visszatér hozzád, másrészt egy eljegyzést, házasságot. Esetleg egy szerződés. Az lehet egy munkahelyi szerződés is, ami neked szerencsét hoz. Most megtekintjük az ő titkait. Vagy azt, amire ő nem figyel oda, vagy azt, amit eltitkol előled, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, tehát ez is egy nagy titok, az ő titkai. Az első kártyán, ott lent jobb oldalon láthatóak a madarak, és az beszélgetésre utal, mégpedig telefonbeszélgetésre, vagy személyes beszélgetésre, tehát egy találkozásra. A madarak mellett a halak utalnak pénzügyi dolgokra, vagy a munkahelyre. Tehát lehet egy beszélgetés, ami az anyagiakat illeti, ami a munkahelyet illeti. De a halak jelentik a belső értékeket is, és egy lelki kapcsolatot.
erről is szeretne ő beszélni veled. A harmadik kártyán a lilium utal ártatlanságra, erre a tiszta érzelmekre. Azon kívül a lilium a lunumát kártyánál utal testi kapcsolatra is. Ezt eltitkolja előled, de ezek a kártyák mutatják az ő érzelmeit. És most megtekintjük azt, mi köt össze benneteket. Ez a kislány ott középen felül az, ami benneteket összeköt, utal ártatlanságra. De van szimbolikus jelentése is, és jelent újdonságokat, egy új kezdetet. És most áttérek az asztrológia területére. A nap jelenti a ti éneteket. Ha te az életedet úgy képzeled el, mint egy színdarab, itt kell egy szerep. A nap azt jelenti, te játszod itt a főszerepet. Nála persze azt, hogy ő játsza az ő színpadán a főszerepet. A te horoszkópodban a nap az a mérleg jegyében van. A mérleg jegye szereti a harmóniát, a szépséget, a művészi területekre is utalhat. Nálad kell mindig ez a belső egyensúly. A mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot, te és ő. A mérleg jegye arra utal, hogy te szereted a szépséget és a harmóniát. Az egyetlen hátrány, ha te túl sokáig mérlegeled a dolgokat, és nem tudsz döntéseket hozni. Ez előfordulhat. Az ő horoszkópjában a felfele mozgó holdcsomó Ráhú szintén a mérleg jegyében van. Ez egy életterület, ahol ő nem ismeri ki magát, mert ez a felfele mozgó holdcsomó Ráhú egy kármikus csomó, befolyásolja a sorsunkat, az ő lelke ezt az utat kiválasztotta, mert neki szüksége van erre, de nem ismeri, és te tükrözöd ezt számára. Általad megismerheti a mérleg jegyét, ezt a harmóniát, ezt a szépséget, vagy művészeteket. Az ő horoszkópjában a nap az oroszlán jegyében van. A nap itt jól érzi magát, mert a nap uralkodik az oroszlán jegye felett. A mi naprendszerünkben a nap áll a középpontban, és ez a hölgy így érzi magát. Elvárja másoktól azt, hogy kapjon megbecsülést, vagy észrevegyék őt. Ő szeretne a középpontban állni. Azon kívül az ő napja a Magha Holdházban van, és a Magha Holdház felett Regulus csillag uralkodik, és Regulus csillag az uralkodóknak, és a királyoknak, császároknak a csillaga. Az jelentheti azt, hogy ő a korábbi életében egy ilyen királyi környezetben, egy palotában vagy egy kastélyban élt. Kettőtök között megvan a harmónia, mert a mérleg a levegő elemében van, ami a könnyűségekre, a kommunikációra utal, de a jó ötletekre is, és nála az oroszlán jegye, az a tűz eleméhez tartozik, és a levegő eleme, meg a tűz eleme barátságban van.
A tűz eleménél bátorságról, lelkesedésről van szó, és testi kapcsolatról is. Most áttérek a hold energiájára. A hold szimbolizálja az édesanyád, az anyai érzelmeket, de uralkodik az érzelmeink felett is, azon kívül mutatja a reményeket, a vágyakat, az álmokat. A te horoszkópodban a hold a szűz jegyében van. Mivel ez kihat az érzelmeidre, egyrészt van nálad egy ilyen gyógyító erő, vagy ez a tehetség, azon kívül számodra nagyon fontos, hogy rendezett körülmények között élj. Te röviddel egy teli hold napján születtél, mint ahogy itt a képen látható. Az ő horoszkópjában a hold az oroszlán jegyében van, együtt a nappal, ami azt jelenti, hogy ő egy új hold napon született, és egy új holdnál a hold nem látható. És ez azt jelenti, hogy mielőtt ő döntéseket hoz, visszahúzódik és elgondolkozik azon, hogy ez helyes vagy sem, de ez azt is jelentheti, hogy ő eltűnik, láthatatlanná teszi magát, és vár arra, hogy például te jelentkezz nála. Itt kettőtök között, ami a holdat és a ti érzelmeiteket illeti, van ez a te horoszkópodban a hold a szűz jegyében van, az ő horoszkópjában a hold az oroszlán jegyében van, ezek a jegyek egymás mellett állnak, olyan, mint egy jó szomszédság, amiben meg lehet bízni. Van köztetek ez a közelség, ez a bizalom és a harmónia. Most áttérek Vénusz bolygó energiájára. Vénusz bolygó az utal a szépségre, a harmóniára, a művészi területekre. Vénusz bolygó egy nőies energia. A férfiak horoszkópjában utal a jó ízlésre, vagy a művészeti területekre. Neked megvan ez a tehetséged, mert te a mérleg jegyében születtél, és a mérleg jegye felett Vénusz bolygó uralkodik. Azon kívül a te horoszkópodban Vénusz bolygó a halak jegyében van, ahol nagyon jól ki tud bontakozni. Tehát megvan nálad a tehetség arra, hogy kibontakoztasd magad a művészetek területén. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van, a tűz elemében. És nálad Vénusz bolygó a halak jegyében, a víz elemében. Te romantikus vagy, ő pedig szeretné siettetni a dolgokat, mert az oroszlán jegye a tűz eleméhez tartozik, és a tűz eleme az aktív, a víz eleme pedig passzív. Itt van köztetek ez a bizonytalanság. Neki vannak elvárásai a szerelmi élet területén, mert Vénusz bolygó ezt szimbolizálja. És mivel nála Vénusz az oroszlán jegyében van, ő szeretne a középpontban lenni, és elvárja azt, hogy te csodáld őt. Neki meg kell tanulnia azt, hogy nem csak elvárások vannak az életben, hanem neki is kellene valamit nyújtani.
És most áttérek a Mars bolygó energiájára. Mars bolygó mutatja az erőnket, és ezzel az erővel kell, hogy bebizonyítsuk magunkat az életben. Az is szükséges, hogy védjük magunkat. Mars bolygó azt is jelentheti, hova fektessük be az erőnket. A férfiaknál természetesen utal a férfiasságra, és nálunk hölgyeknél a Mars bolygó a horoszkópban arra utal, hogy milyen elvárásaink vannak a párkapcsolat területén. A te horoszkópodban Mars bolygó az indiai számítás szerint a bak jegyében van. A bak jegye felett Szaturnusz bolygó uralkodik. Ez azt jelenti, hogy az első életszakaszban voltak korlátozások. Viszont a második életszakaszban, amit te most átélsz, Szaturnusz bolygó segít abban, hogy elérd a céljaidat. A bak jegyénél célokról van szó. Ebben az évben, itt a bak jegyében mozog Szaturnusz bolygó, és itt lesznek nálad sorsdöntő változások. Az ő horoszkópjában Mars bolygó a szűz jegyében van, ugyanott, ahol nálad a hold található szintén a szűz jegyében, ahol érzelmekről van szó, itt megvan köztetek ez a kapcsolat. A bak jegye a föld eleméhez tartozik, a szűz jegye szintén a föld eleméhez tartozik, utal reális dolgokra is, és itt megvan köztetek a harmónia. Kedves Schiller, így tudtam ezt a Valentin napi jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!